1996-ban alakult a zenekar eredetileg, azóta viszont rengeteg változáson átmentetek, tagcserék, stílusváltás. Mit kell tudni a Brainsről? Kezdjük ezzel. Sziasztok! A Brains egy öttagú elektronikus zenét játszó együttes, és mindezt élő hangszereken tesszük. Igen, ahogy mondtad, az évek során elég sok tagcserén mentünk át. Ez legutóbb is volt egy tagcsere, egy dobosunk, Új Zoli közös megegyezés alapján elhagyta a zenekart, és más pályán folytatja tovább a tevékenységeit, és jött helyette Vörös Marti Viktor, akit egyébként a Baron Mantis zenekarból ismerhetnek. Úgyhogy vele kiegészülve folytatjuk ezt az évet, illetve kezdjük meg ezt az évet, és hát amit lehet tudni a zenekarról, elég aktív zenekarról van szó, elég sok klubban, fesztiválon jártunk, és járunk idén is, és nagyjából zeneileg pedig egy ilyen elég nagy olvasztó tégely az elektronikus zenén, át a rockon keresztül a hip-hopig mindenféle zenei elemmel. Főként koncertzenekar vagytok, tehát azért nagyon jók az albumaitok, de igazán a dalok a koncerteken ütnek. Van-e esetleg olyan koncert, amit ki lehet emelni, mondjuk ami neked személy szerint azt mondod, hogy Atya Úristen, még mindig a mai napig szívesen emlékszel rá? Természetesen van, hát gondolom a zenekar minden tagjának van olyan koncertje, ami személy szerint különleges volt. Általában azt tudnám mondani, vagy azokat emelném ki, amik saját szervezésű bulik, tehát mit tudom én, egy lemezbemutató koncert, ami idén is lesz május 7-én az új lemez kapcsán. Annyiban különbözik esetleg egy ilyen lemezbemutató koncert, hogy ott az új számokból, illetve a régiekből is egy igen komoly mennyiséget eljátszunk. Illetve nagyon sok olyan vendégünk van, akik egyébként mondjuk egy ilyen klubbuliba, vagy egyébként egy fesztiválon nem mindig tudnak ott lenni, általában ők oda eljönnek, tehát emiatt mindenképpen különleges, illetve a látvánnyal általában úgy szoktunk készülni, hogy nyilván hogy egy saját buli, és akkor azt ott kicsit felturbozni, feltuningolni, ami egyébként idén is lesz, tehát most mondhatjuk úgy, hogy most kezdünk belelendülni, ez egyébként az első idei koncertünk, tehát hogy itt most még egy kicsit így izgalom van, hogy mi lesz, meg hogy, de szerintem minden rendben lesz. Ha minden információm helyes, akkor májusban jelenik meg új albumotok. Erről mit kell tudni? Lesz-e változás mondjuk az előzőhöz képest? Valami új stílust belevisztek-e, vagy pedig a megszokott Brainst várhatjuk? Igen, a május, ahogy Dávid is említette, a május 5-i lemezbemutató előtt pár nappal fog megjelenni az új lemez, aminek igazából már előfutárai voltak, ez a Balance-től kezdve fokozatosan jöttünk ki önálló single dalokkal, amik már ennek a lemeznek az előfutárai voltak. A Balance, az All Eyes on Me, a Strange Days, a Guiding Star, igen.
És ezeken a dalokon kívül még 6-7 dallal fog kiegészülni, és így áll össze a Keep Burning című új lemezünk. Stílus tekintve maradunk azért a Brains-es, egy kicsit keményebb hangzás vonalon, de ugyanúgy találhatok majd a lemezen kicsit lazább, felezett tempójú dalok, mert ugye a közönségnek pihenni is kell, azért a koncerteken nem várhatjuk el azt, hogy nem bass tempóban mindenki másfél órát végigugráljon, de nagy részt a gerinc az továbbra is a drum and bass és az elektronikus zene marad. Az újabb albumaitokon eddig is lehetett hallani ismertebb előadókkal közös dalokat. Lesz az új albumon ilyen szám? Természetesen lesz egyébként ilyen szám. Egyébként Kalambót, ezt most át is adnám neki, de magyar nyelven is lesz. Hát természetesen MC-zik a lemezen ismét, hangsúlyos szerepet fog kapni. Illetve mellette nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy Liko Marci, a Vadfruttik énekese is elvállalt egy vendégszereplést az egyik dalban, úgyhogy vele közösen készítettük el az Ezt szeretem című dalt, aminek további érdekessége, hogy magyar nyelvű lesz teljes mértékben, tehát az én részem is és a Marci része is. Rajta kívül ugye már a Guiding Starban volt Szécsi Böbe, és azt hiszem, hogy ennyi, aha, ugye, vendég szempontból a lemez. A számaitok jelentős része, szinte az összes ugye angol nyelven szólal meg. Mennyivel másabb mondjuk angolul énekelni, mint magyarul? Tehát mennyivel nehezebb átadni mondjuk azoknak a daloknak a mondani valóját, ami kicsit súlyosabb témákat érint? Hát tény, hogy nehezebb, de ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert a közönségünk az olyan szinten lelkiismeretesen utána néz a dalszövegeinknek, mondjuk ebben is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy egyből, ha megjelenik egy szám, akkor a dalszöveget, ahol lehet, amilyen felületeken lehet, azt terjesszük. De tényleg olyan lelkiismeretesen átnézik a szöveget és lefordítják, megtanulják, hogy szinte tényleg olyan hangerővel énekelnek egy-egy dalszöveget, mintha az egy magyar dal lenne, úgyhogy ilyen téren nem panaszkodhatunk, de tény, hogy egy kicsivel szűkebb réteghez jut így el a dal, mint ha mondjuk magyar nyelven készít. Viszont készül. Azt is így lehet látni, hogy egyre többen beszélnek jól angolul, tehát hogy nem olyan nagy probléma ez már, mint mondjuk régebben esetleg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így tök rendben van minden. A mai Mosonmagyaróvári koncerten mit hallhatunk, vagy mit hallhat a közönség, milyen számok fognak majd felcsendülni? Egyelőre, hát az új lemezről az eddig megjelent dalokat raktuk bele a műsorba, illetve hát a régebbi lemezekről próbáltuk a leginkább ismerteket, és mellette a saját kedvenceket is becsempészni a műsorba, úgyhogy egy elég eklektikus műsort fogunk lenyomni. És ami még fontos, hogy Vörös Marti Viktort is hallhatják a mai koncerten. Nem csak egyedül, te vagy ezen a világon. Nézzél már körbeszél, nem egy igen, de a szavaidat nem imádom. Pillanatra maradj még, ide figyelj, nézd ide, ne oda el. Nem vesz, hogy észre mit adok. Nem szerepekkel, hanem az a szentel. Nem csak egyedül, te vagy ezen a világon. Nézzél már körbeszél, nem egy igen, de a szavaidat nem imádom. Pillanatra maradj még, ide figyelj,
4 évvel ezelőtt pattant ki a fejünkből, hogy kicsikét fölrázzuk itt a egyetemi ifjúságot, és arra gondoltunk, hogy egy 100 évvel ezelőtti hagyományt újjáélesztünk, feltöltjük új impulzusokkal, ez volt az országos gazdászbajnokság. Talán sikerült is elérnünk ezt a célt, ugyanis most már minden agráregyetem képviselteti magát ezen a rendezvényen. Most már 25 csapat, ha jól számolom, 25 csapat igen vesz részt ezen a rendezvényen, 15 fővel per csapat, és most már egy elég nagy gazdászbajnoksággá nőttük ki magunkat, úgyhogy remélem jövőre ünnepeljük az 5. évfordulót, amikor 200 éves lesz a kar, és akkor remélem, hogy még nagyobb számban vesznek majd részt a csapatok ezen a rendezvényen, és az esti szórakozásnak is majd minél nagyobb látogatottsága lesz. Barbra Streisand. Mi nagyon élvezzük igazából, a tegnapi vetélkedőnk olyan volt, hogy elméletben nagyon nem tudtunk sokat hozzátenni, viszont a ma délutáni parasztolimpiában reménykedünk valamennyi sikerben, de régében csak a csapat építés és a buli hangulatáért jöttünk el. Határozottan összekovácsolós csapat építés, hogy fogalmazunk így, meg nagyon sok új emberrel megismerkedni, ugye ugyanúgy gazdászokkal más egyetemről, és tényleg egy nagyon jó hangulat alakult ki. Tudni a zenekarról, hogyha így nagyjából össze lehet nagy vonalakban foglalni. Nagyon nagy vonalakban fogok erről beszélni, hiszen nagyon nagy jövésmenés volt az első, hát majdnem évtizedben. Hát azért nem, jó, oké, az első 5 évben. Nem igazán rajzolódott ki, hogy ez igazából egy szólólemez, vagy egy szólóprojekt, vagy ez egy zenekar. És attól a pillanattól, hogy a Jimmy is belépett ebbe a társaságba, mint basszusgitáros, és tulajdonképpen mint a hangszereseknek a vezére és összetartója. Azóta beszélhetünk egy olyan alakulásról, ami tulajdonképpen 2006-2007 környékén kezdett el tényleg véglegesen kialakulni, egy zenekarrá formálódni. Tehát egészen addig, egyébként az első lemeznél még arról volt szó, hogy nem is biztos, hogy lesz ennek folytatása, tehát hogy egyáltalán csak egy ilyen kuriózumként kiadott zenei anyag lett volna ez eredeti indítatásból, aztán hát most már ott tartunk, ahol éppen most. Mennyire vevő a közönség, tehát a mai napokban, tehát mennyire lehet megtölteni egy koncertet? Azt gondolom, nagyon szerencsés helyzet vagyunk, és hát köszönjük mindenkinek, hogy eljön a koncertünkre. Nekünk nagyon jó megy most a zenekar, hál' Istennek. Sokat is dolgoztunk, és sokat is tettünk ért az elmúlt lassan 15 évben, mert nyilván jövőre 15 éves a zenekar. Úgyhogy most hálásak vagyunk a sorsnak, aztán igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, meg jó érezni magunkat a színpadon, illetve hát jó hangulatot csinálni a közönségünknek. A tervek szerint 2017 év vége felé szeretnétek kiadni egy új nagylemezt. Erről mit kell tudni, hogyan áll ez az új nagylemez, meg fognak-e valósulni a tervek? Hát a tervek mindenképpen megvalósulnak, legalábbis hát, hogyha Isten is úgy akarja, de most nagyon szépen haladunk a megvalósítás felé. Igazából egy dupla albumról lesz szó, és mivel hogy 34 dalról beszélünk, ami lemezre kerül, abból sejthető, hogy nem mind új szerzemény. Egészen pontosan talán 6 vagy 8 új dal lesz, egészen friss dal. A többi az egy átdolgozás, egy feldolgozása az eddigi, hát hogyha most nem vagyok szerintelen, mondjuk úgy a sláger daloknak. Tehát azért a zenekar 15 éve alatt az a 20 nem tudom hány olyan dal, amit a közönség kívülről fúj, vagy sokan ismerhetnek az országos szinten, az fogja megtölteni ezt a dupla albumot. Ez ugye megjelenik októberben, és ez már a 15 éves jubileumnak tulajdonképpen az egy első ünnepi aspektusa. Utána február 17-én, igen, lesz tulajdonképpen a megkoronázása ennek a jubileumi ünnepségnek.
hogyha mondhatjuk ezt, az pedig Budapesten az arénában lesz majd. A mai koncertről mit kell tudni, milyen dalokkal készültetek, mit hallhat majd a közönség? Hát nyilván most ugye elindult már, ezt mondhatjuk, a nyári turné, véget ért a klubszezon, Kova összeállított egy tracklistát, és azt fogjuk eljátszani. Hát nyilván a legújabb lemezünk vázára épülünk, nyilván lesznek slágerdalok, meg a klipes nóták nagy része elhangzik. Hát egy jó másfél óra lesz, aztán bízunk benne, hogy jó is fog sikerülni. Márpedig miért ne sikerülne, jó? Ahogy előbb említetted, hamarosan megkezdődik a turnészezon, melyek azok a nagyobb fesztiválok, koncertek, ahol lehet veletek majd találkozni? Tulajdonképpen mindenfelé. Már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy igazából a múlt év végén kialakult a teljes év, hiszen ahogy említettem, azért ez a jubileumi év egy egészen különleges felépítést is igényelt, hiszen egészen októberig játszunk folyamatosan, majd októbertől teljes leállás van, és csak a februári nagy koncert, a budapesti nagy koncert lesz a következő lépés. Tehát, hogy igazából a múlt év végén ez a 8, nem tudom mennyi koncert már le volt szervezve. De most miért beszélek erről? Mert mi volt itt a kérdés? Az, hogy hol lehet veletek majd találkozni? Ja, mindenhol. Mindenhol. Szeretettel is várunk benneteket. Tényleg megalakult egy Fish nevű zenekar, viszont a kezdeti gyermekbetegségekkel a korai évek után én azt gondolom, hogy ilyen 2006-7 környékén sikerült letisztulni, úgy felállásban, mint mondjuk zenében is, ami már hasonlatos volt mondjuk a mai sztorinkhoz. És hát igen, így kb. Egy ilyen bő 10 éves történetünk van szerintem legalábbis, ezzel nem degradálva a régi Fish, de az tényleg ilyen kicsit ilyen hobbista zenekar volt, és nem vettük annyira komoly, mint mondjuk most. Az elmúlt 10 évet össze tudjuk nagy vonalakban foglalni, és ha igen, akkor ki szeretné? Én mindenképp, mert én 2 éve vagyok a zenekarban. Szerintem nagyon jó 10 éve volt a zenekarnak. Én mint rajongó követtem végig az ezt megelőző 8 évet, majd 2 éve már a színpadon velük nyomom, és én nagyon jól éreztem magam a koncerteken, és azóta még jobban érzem magam. Én azt láttam a zenekarom mindig, hogy ilyen nagyon lépcsőzetesen halad. Évről évre egyre több embernek játszottak, egyre inkább kiforrott a zenekarnak az a hangja, nevezzük így, ami nagyon jól megtalálta egy idő után a közönségét, és amit én így az utóbbi időben, amióta benne vagyok, látok, ami igazán akkor esett le, amikor bekerültem ebbe az egészbe, hogy azért ilyen a kapcsolatunk a közönséggel, amilyen, mert a zenekarnak van egyfajta humora, amit aki ért, az nagyon érti, aki meg nem, az nem jön el a koncertekre. Így viszont egy nagyon értő és nagyon jól közreműködő közönségünk van, amire tök büszkék vagyunk. A kezdetekben azért voltak angol nyelvű dalok, most már inkább magyarul énekeltek. Melyik az egyszerűbb? Az egyszerűbb? Amit mondjuk jobban át lehet adni a közönségnek. Miért? Miféle kérdéseid vannak? Amit jobban el, az nem ugyanaz. Az egyszerűbb az az angol szerintem, mert angolul minden hülyeség jól hangzik. Nem kell, hogy értelme legyen a szövegeknek, és tök természetesnek tűnik. A magyar nyilván sokkal eladhatóbb, de én inkább a közérthetőbb, meg a befogadhatóbb szót használnám. Mert magyar is lehet baromságokat énekelni, meg lehet végigkáromkodni egy számot, ami már is nem eladható. Bizonyos közegben igen. Inkább azt gondolom, hogy a magyar nyelvvel tudja megtalálni azt a saját hangot a zenekar, amiről a Dávid is beszélt. És kap egy jó értelmezett aurát mondjuk egy dal. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk egy picit rákanyarodnék arra, hogy mondjuk megírunk egy számot a próbateremben, és onnantól kezdve jön a kellemetlen feladat, hogy írjak szöveget, gyűlölöm egyébként, és elképzelünk valamit, van egyfajta feeling annak a dalnak, rákerül egy szöveg, és teljesen más lesz belőle. És ez mondjuk egy ilyen tök érdekes dolog, hogy előre, amire azt hiszik mondjuk, hogy fú, ez minden tívül borzalmasan sláger lesz, lehet, hogy egyáltalán nem lesz belőle semmi, mert olyan szöveg születik rá. Ilyen szempontból tudatosan mondjuk nem írunk ilyeneket, hogy de most akkor slágert kérni. Inkább ezzel azt akartam mondani, hogy a magyar nyelvtől működik a zenekar is most már egy jó ideje, annyira, amennyire működik. Úgyhogy mindenféleképpen így maradunk egyébként, amit említettél. Angol nyelven kezdődött, aztán volt egy magyar időszak, megint angolul, és most már egy jó 8 éve megint csak magyarul énekelünk, és ez az ország így is marad.
A lemezeitek elérhetőek a honlapotokon, amiket ingyen le lehet tölteni szerzői kiadásban. Ezt miért tartottátok fontosnak, hogy a közönségnek ezt lehetővé tegyétek? Annyival kiegészíteném, hogy az utolsó lemez az már nem így jelent meg, viszont a YouTube-on ugyanúgy meghallgatható az egész lemez. Nagyon fontos szerintem, hogy 2017-et írunk és az internet világában élünk. Gyakorlatilag az, aki lemezt vásárol, az valamilyen formában szeretné támogatni a zenekart, szeretné azt, hogy készüljön még lemez. Viszont mindenki számára érdemes a zenekarnak elérhetővé tenni, lehetőleg a saját platformján az, hogy mit is csinál, hiszen ma már szerintem így működik a legjobban. Mint kommunikációban, mint pedig ez egyfajta, hogy is mondjam, gesztus a közönség felé, viszont annyival kiegészíteném, hogy nálunk mindig van valami extra a megjelenésben. A legutóbbi idő van lemeznél például volt egy limitált ilyen USB-s óra, a előző lemeznél a konzervzenénél pedig egy konzervben jelent meg konkrétan a lemez, tehát mindig van valami extra, amit a rajongóink el is várnak tőlünk, és kérdezgették a lemez megjelenés előtt, hogy na, most akkor mi lesz? Hát nyilván nem mondtuk el nekik, amíg nem született meg, de egyébként ez jó pofa dolog nekünk is agyalni, nem elveszteni a kreativitásunkat, hogy valami plusszal tudjunk szolgálni a rajongók felé. Az idei évben milyen tervei vannak a zenekarnak? Leginkább minél több koncertet adni, ami nyilván még nem lett lezárva, tehát inkább a nyár közepéig vagyunk meg, így előre. Én azt gondolom, hogy múlt évben, nyilván a lemez megjelenés kapcsán, a legutóbbi lemez megjelenés kapcsán kicsit divatos szóval élve kimaxoltuk a klubozást, úgyhogy például most tavasszal nem is megyünk klubozni, inkább ilyen városi rendezvények, egyetemi bulik, ezekre próbáltunk meg bejutni, ezzel kicsit elmaradtunk, úgyhogy most ezt a vonat próbáljuk keresíteni, nyáron ugye rengeteg fesztivál lesz, aztán hogy ősszel mi lesz, nyilván fogunk klubturnézni, de erről még nem árulni kell semmit, mert lesznek meglepetéseink. Nem ezt a mókus kereket szeretnénk futni, mint minden más zenekar, és mi is egyébként beleértve, és sose szeretnénk, hogy unalmas legyen, úgyhogy mindig keresünk új sztorikat. Ez lehet mondjuk egy nem feltétlenül kapcsolódó turnépartner, vagy olyan helyszínek, vagy olyan formában koncertezni, ahogy még valaki nem csinálták mondjuk előttünk. Állandóan agyalunk ez a kreativitás, amit a Dáci is mondott, úgyhogy őszre még gondolkozunk. De jó, hogy szólsz, mert hamarosan neki is kell állnunk. Nemrégiben, márciusban jelent meg egy új klipetek a YouTube-on. Várható-e új album, ilyesmi a közeljövőben? Hát a közeljövő az egy relatív fogalom a zenekar életében. Mindig tervezgetünk új számokat írni, ami mindig tolódik. Én kicsit azt mondanám, hogy most a körülményeket próbáljuk megteremteni, hogy egyre kényelmesebben tudjunk próbálni, és egyre kényelmesebben tudjunk demózni. A próbatermünket próbáljuk meg olyan állapotokkal felruházni, ami gyorsítja ezeket a folyamatokat, hogy később, amikor a valódi dalszerzés elindul, akkor egyre gördülékenyebben tudjunk dolgozni. Nekem van egy olyan pervers tervem, de ezt még nem sikerült a zenekaron átverni, hogy menjünk le a stúdióba, költözünk le 2 hétre, és ami kijön akkor, de ez az én kis perverzióm.